Durva üzenetet intézett politikai ellenfeléhez Tiffán Zsolt fideszes parlamenti képviselő a Facebookon. Tiffán ezt írta Berkec Balázsnak, az Együtt politikusának. Eddig bírtam, tovább nem bírom. Ez a Berkec Balázs nevű görény lemegy a határra, és ott kárhoztatja magyar rendőröket, ahol bírja. Lemegy, és ott bomlaszt, ahol bír. Arra kérem a magyar rendőröket, hogy távolítsák el onnan ezt a személyiségzavaros kommunista szemetet, aki ott kavar folyamatosan. Kedves Berkec Balázs nevű szemét! Nem elég, hogy a magyar rendőrök a lelküket kiteszik azért, hogy Magyarország védve legyen, te még lemész és őket szidod? Te rohadt, hazaáruló szemét! Húzz a retkes francba a Gyurcsányoddal együtt, te nyomorult hazaáruló! Írta a fideszes képviselő. Pontosan, hogy hány órakor írta, az egy kicsit homályos volt a képen, de egyáltalán nem mindegy. Nem, szerintem ő józan lőse ilyen. A Tiffán az egy bor egyébként? Borász, igen, igen. Orbán Borászának hívják. De itt a lényeg nem az átkozódó, elfogadhatatlan kifejezések. Valójában ez egy ilyen primitív ember részéről, hát megnyilvánult, mint a kocsmában. A dolog leglényegét egyetlen egy szava jelenti a végén. Az, hogy hazaáruló. És ezt a szót, mert mondhatja a retkest, meg mindenfélét, de a hazaárulót a politikai kultúrája, annak a politikai erőnek a kultúrája alapján fogalmazza, amelynek a vezére azt mondja, hogy ellenfeleink idegenszerűek, és azt mondja, hogy a haza nem lehet ellenzékben. Következésképp mindenki a hazán kívül van, ez a légkör uralkodik ebben a politikai elitben, és ez generálja, hogy lehazaárulozzák. Ha ő Sordinóban mondta volna, de a végén csak azt mondta volna, hogy hazaáruló, az sokkal súlyosabb, mint az összes nyomtafestéket nem tűrő kifejezése. Nem, hát a hazaáruló az már annyira lekoptatott, hogy már azelőtt ez vért kívánt párbajt és egyéb, tehát jobb időkben, tehát hogy Mikszát idején, de hát ma már hazaáruló. Nem, nincs ebbe igazad, hogy ezt lekicsinled. Az a megfejtés, amit a Rudi mondott az imént, hogy ebben a fogalomkörben tudnak gondolkozni. Ami nem az, amit ők csinálnak, az rajtuk kívül van, a hazán kívül van. Te hazán kívül tartózkodsz ezzel, még hogyha itt minden adásba egészségesen gyurcsányozol, és épp úgy, mint Tiffán. Ma meg se nyekkentem. Igen, csak gondoltam, hogy megadom a lehetőséget. Nem egyébként a hazaárulóval úgy vagyok, mint a himnusszal. Tehát úton útféle mocskos szájakból hangzik el a himnusz, és az agyvérzést kapok. Én a himnusszal úgy vagyok, meg a hazaárulóval, mint a tiszta szobával annak idején a rendes paraszti család. Oda csak halni engedték be a nagymamát, nagypapát, illetve a megbecsült vendéget. A tiszta szobát nem sározzuk össze, oda cipőt levéve megyünk be, és tisztelettel megyünk be. Ma már himnusz, bárki énekelhet, mocskos szájakból is szól. A zászló közepére oda rakják a címet, aminek nem volna ott a helye. Hazárulózni bárki lehet, ebben az országban már semmi sem szed, semmi sem szed. A gondolatmenetét abszolút elfogadva, egy valakire viszont ráélik akkor ez a kifejezés, 2004. december 5-e után Gyurcsány Ferencre. Ha nem is minden más politikai ellenfélre, de hazaárulás. Hazaárulás. Hát már ne haragudjál. Attól, hogy más a politikai nézete, és ez a más politikai nézet legyen még oly szélső baloldali, vagy szélső jobboldali, ettől még nem hazaárulás. Különben akkor az egész magyar jobboldali politika valójában hazaáruló, hiszen belevezette az országot a második világháborúba, és a nyakunkra hozta a kommunistákat. 10 perccel ezelőtt beszéltünk arról, hogy uszítja Rudolf szerint a kormány a menekültek ellen és a bevándorlók ellen a lakosságot. Hát Gyurcsány Ferenc mit csinált azokon a plakátokon? Még úgy néz ki, hogy védem a Gyurcsány, de lejárt az időnk. Hát még Gyurcsány miatt sem mehetek túl, mert nekem annyi. Feri, nem foglalkozom most veled. Egy hét múlva találkozunk.